Köszöntöm kedves nézőinket, ma úrnapja van. 3 hónap múlva kezdődik az 52. Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus. Ebből az alkalomból vendégem Erdő Péter bíboros. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban. Az Eukarisztikus Kongresszusról fogunk beszélgetni, de azt hiszem, hogy talán még fontosabbról is, magáról az Eukarisztiáról, hiszen minden e köré szerveződik. Mielőtt azonban a jövő terveiről beszélgetnénk, érdemes visszatekinteni. Honnan is indult az a kezdeményezés, hogy valahogy az egész világ egy helyre figyeljen, méghozzá az oltári szentségben jelenlévő Jézusra? Tehát mikor volt az első ilyen kongresszus? Az 1800-as években Franciaországban, Belgiumban indultak ezek a kongresszusok, és az volt a céljuk, hogy megmutassák a világnak a katolikus közösség hitét. Tehát volt egy üzenete, amely a nem hívő világ a környezet felé is szólt, ugyanakkor a katolikus közösség hitének, azonosságának a megerősítését is célozta. Abban a biztos hitben és tudatban, hogy Krisztus közöttünk van, őt ünnepeljük a Szentmisében, őt vesszük magunkhoz, és őt imádjuk az oltári szentségben. Na most, ahogyan terjedt ez a kongresszus, ahogyan a Szentszék kézbe vette ennek a tervezését és irányítását, úgy jelent meg a nemzetközi kongresszus más és más országokban, sőt, más és más földrészeken. Így került sor arra, hogy például az amerikai kontinensen, majd a Fülöp-szigeteken is, Manilában rendezték a kongresszust, és Manila után Budapest került sorra 1938-ban. Na most az az érdekes helyzet adódott, hogy most megint a Fülöp-szigeteken volt 2016-ban a nemzetközi kongresszus, nem Manilában, hanem Cebu Cityben, és utána ismét Budapest került sorra. Azért volt közben az eukarisztikus kongresszusok funkciójában, szemléletében egy bizonyos váltás. És miben áll ez a váltás? Ennek a váltásnak a kezdetét nem is a II. Vatikáni zsinatra, hanem 1960-ra tenném, amikor a müncheni eukarisztikus kongresszuson Jungmannnak a tanácsára és a teológiai munkája alapján, aki nagy liturgia történész volt, és a liturgikus reformnak is az egyik ihletője. Szóval Jungmannnak a tanácsára azt mondták, hogy a záró szentmise az valamiképpen utaljon a régi Róma városi stációs szentmiséknek a szokására. Tehát amikor az egész városban csak egy misét mutattak be, a pápa vezetésével, ez volt a stáció. És akkor az egész város nevében történt az eukarisztikus áldozatnak a bemutatása. Nos, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus záró szentmiséje az egész világ nevében mutatja be az eukarisztikus áldozatot, tehát valóban mise a világért és a világ nevében. Na most éppen ezért nagyon szép volt az a néhány alkalom, amikor lehetőség volt rá, hogy maga a pápa mutathatta be ezt a szentmisét, mint például 2000-ben II. János Pál Rómában. De visszatérve a zsinati szemléletváltásra, tehát azt hangsúlyozza a II. Vatikáni zsinat, hogy az eukarisztia az elsősorban maga a celebráció, a szentmise. Hiszen ennek az áldozatnak a gyümölcse az átváltoztatott kenyér és bor, tehát a szent jelenlét, és maga az eukarisztikus áldozat végződik a szent lakomával, tehát azzal, hogy magunkhoz vesszük Krisztus testét és vérét, vagyis a szent áldozással. Úgyhogy nem véletlenül különböztetjük meg ezt a három vonatkozást ennek a régi görög szónak a gyakorlati értelmezésében. Magyarul azt mondjuk, hogy szentmise, szentáldozás, és mondjuk oltári szentség, vagy az oltári szentség imádása, ami a szentmise után is, ugye itt van közöttünk a valóságos jelenlét, tehát megérdemli, hogy imádjuk. A történelem során persze ennek a külsőségei sokat változtak.
különösen az oltári szentség őrzése és misén kívüli imádása változott sokat. Na, ne gondoljuk, hogy az ókori egyházban vagy a középkorban tiszteletlenül bántak vele. Tehát régi templomokban, gótikus templomokban, a szentély falában azért találunk egy márványból vagy valamilyen szebb kőből készített bemélyedést, egy fali szekrényt, ahol őrizték a Szent Mise után az eukarisztiát. Csak nem volt meg az a módja, hogy kihelyezik? És de nem ezért... volt meg az a módja, hogy monstranciába tették volna, és ünnepélyesen mondjuk körmenetben vitték volna, kihelyezték volna. A keleti egyházban, de még az ortodoxiában is, erről gyönyörű előadás volt meghívásunkra, éppen a szerb ortodoxia egy rangos képviselőjétől, Esztergomban, tehát az ortodoxiában is az oltárra helyezett, vagy legalábbis a szentélyben elhelyezett míves, nemes fémből készült, vagy más értékes anyagból készült szekrénykében, tartóban, várat mintázó edényben őrzik a félretett eukarisztiát. Pedig nekik ez a bizánci ritusban azért nehezebb, mert ők ugye kovászos kenyérrel miséznek, hát annak a megszárítása és a hosszabb időre való félretétele azért az sok figyelmet és technikát kíván, de megteszik. Miért teszik meg? Mert hisznek abban, hogy a mise után is megmarad a szent jelenlét, és hogy azzal az eukarisztiával utána lehet áldoztatni. Például a betegeket, vagy mondjuk keresztelés kapcsán a kisgyerekeket. Igen, mert ő náluk ezt együtt végzik, ugye keresztség, bérmálás, oltári szentsége, a beavatásnak a három szentsége annyira összetartozik, hogy még a kisgyerekek is megkapják, igaz, inkább a borszíne alatt. De persze ezeket az egész kicsi kenyér darabokat beáztatják a szent vérbe, úgy is ki lehet szárítani. Tehát nagyon gondosan kell azonban őrizni, mert nem kovásztalan kenyérről van szó. Na most ezek a az előzmények a nyugati egyházban is, mondjuk művészettörténeti formában megjelennek. Tehát például fémből készítettek egy galambot, amit láncon az oltár fölé akasztottak, és a galambon volt egy ajtó. És oda tették be a mise után az átváltoztatott oltári szentséget. Ilyet látunk az érti nővéreknél. Úgy van. Tehát ez egy ősi tabernákulum formának az emléke. De és hát később azonban, a késői középkorban elkezdődött Jézus nevének a kultusza. Tehát fölírták egy kerek táblára az IHS monogramot, ugye, vagy Jéz, hogyha a görög rövidítésnek fogjuk fel, és mint a nap köré oda rajzolták a sugarakat. És ezzel adtak áldást, ezt mutatták föl. Később azért a szentszék mondta, hogy ezzel vigyázzunk, ne tekintsük olyannak ezt a föliratos táblát, mintha ez a gyereke, vagy pedig valami szent tárgy lenne. És akkor lassanként átváltott ez a forma magának az eukarisztiának egy hasonló tiszteletére. Először olyan formájú úrmutatókat használtak, mint az ereklyetartók. Tehát ott volt az, hogy üveg alatt és egy szép fém tartóban őrizték, se később aztán ez tovább fejlődött, és ismerjük a barokkornak a díszes ereket, illetve úrmutatóit, monstranciáit. Tehát ez egyébként minden eukarisztikus kongresszusnak ma is az egyik hát attrakciója, hogy készül egy sajátos, egy nagy, egy díszes úrmutató, amit a körmenetben végigvisznek. Hogy ez milyen nagy, az változhat. Én láttam egy fényképet egy brazíliai nemzeti eukarisztikus kongresszusról, ahol ez a szentségmutató hát olyan hatalmas volt, hogy a teherautón is alig lehetett kiegyensúlyozni. Na most nekünk a 38-as kongresszusról megmaradt az ünnepélyes, erre az alkalomra készült monstranciánk, ami hát ugye körülbelül ekkora, nemes fémből készült, de a közepe kivehető. Tehát, hogyha áldást akart vele adni mondjuk a pápai legátus, akkor egy kis monstrancia van benne, és az az egész látható a budapesti Szent István Bazilikának a kincstárában, vagy múzeumában. És úgy, ilyen lesz az új is, ugye? Amit hát nem egészen ilyen lesz, ilyen? De az kétségtelen, hogy hatalmas, nagy és modern. Elkészült. Pályázatot írtunk ki, amit egy magyar művész nyert,
reméljük, hogy a körmeneten tényleg úgy tudjuk vinni, hogy mindenki láthatja, és utána mód lesz arra, hogy áldást adjunk vele annak ellenére, hogy maga az egész tárgy nem emelhető föl egy ember kezével. Egyébként, hogy fölemelhető-e a monstrancia? A toledói székesegyház sekrestyéjében mutatják azt a monstranciát, ami 140 kiló körülbelül, és amelynek a lunuláját, tehát az oltári szentséget fogó fém tartóját, abból az első aranyból készítették, amit a Kolumbusz féle expedíció hozott át Amerikából. Na most kérdeztem az ottaniakat, hogy hát ilyen hatalmas monstrancia, hogy adnak ezzel áldást? Azt mondja, az áldást nem adjuk, hanem fogadjuk. Tehát magyarul ráteszik egy kocsira, és azt hordozzák körbe. Tehát minden esetre a lényeg az, hogy az a szokás, hogy az eukarisztiával körbe megyünk, mondjuk egy város, egy falu körül, vagy egy templom körül, az egyben áldás kérést jelent arra a közösségre, amelynek a körében látható formában megjelenik az eukarisztia. Miközben hallgattam, arra gondoltam, hogy az első ilyen eukarisztikus kongresszus az 1800-as évek végén milyen közegben zajlott, az akkori emberek jobban értették akár ezeket a szavakat is, hogy eukarisztia, hogy szentségimádás, és ma egészen más közeg veszi talán körül. Tehát volt nagyon sok ellenséges hang akkor is, voltak, akik kifejezetten irritálónak tartották ezt, ugyanakkor hát a hívők körében azt hiszem, hogy a vallási műveltség az elterjedtebb volt, mint manapság. De hát azért ne legyünk nagyon pessimisták sem. Évek óta szervezik mondjuk a kongresszus előkészítői, Kornél atyával az élen, a Forráspont nevű rendezvényeket, ifjúsági szentségimádásokat. Tehát sokan vannak, akik nem csak megtanulták, hogy mi ez, hanem ráéreztek az ízére. Tehát azt az élményt, hogy a Szentség Jézus előtt imádkozunk, akár közösségileg is, éneklünk, ugyanakkor csendben is szemléljük őt, persze nem gondolatév szó nélkül pusztán csak szemléljük, nem vagyunk mondjuk a buddhista meditációnak a gyakorlói ebben a tekintetben, de hát azért mégiscsak különböző emberi magatartásokkal vesszük körül a legszentebbet. Na most nekem kellett többszörösen fölhívni a figyelmet arra a készület során, hogy igen, de hát azért a II. Vatikáni zsinat tényleg arra tette a hangsúlyt, hogy ünneplés, tehát a szentmisére, mint központi cselekményre, hiszen Jézus a cselekményben maradt igazán velünk, mert azt ismételjük, azt teszi őt jelenvalóvá. És utána itt marad, hogy táplálékunk lehessen, akár a szentmisén kívül is, ha szükséges. De azt nem mondta, hogy őrizzük, azt mondta, vegyétek, egyétek. Azt az egyház értette meg, hogy aki nem lehet jelen, mert fogságban van, mert beteg, és így tovább, annak is el lehet vinni az oltári szentséget. Tehát újra csak a közös ünneplés, az eukarisztia közös ünneplése van a központban, és azt hiszem, hogy ennek is a kulturális megújulása, hiszen a cselekménynek a középpontja az ugyanaz tegnap, ma és ameddig világ a világ, de a kulturális közeg, ahogyan mi azt énekkel, zenével, gesztusokkal körülvesszük, az biztos, hogy változik korról korra. Változik az ízlésünk is. De hát Szent II. János Pál azt mondta, hogy az egyház útja az ember útja, ugye? Tehát ebben a tekintetben is maga a szentmise is járja velünk a történelem útját, miközben a legalapvetőbb elemeiben oly mértékben archaikus, hogy tényleg őrzi, mert akarja őrizni, mert tiszteli, mert fontosnak tartja azt a történelmi pillanatot, amikor Jézus a tanítványaival az utolsó vacsorát, meggyőződésem szerint egy zsidó pászka vacsorának a keretében elköltötte. Tehát fontos dolog az, hogy a történelmi konkrét gyökerekkel éppen az eukarisztia milyen szoros kapcsolatot jelent.
Nem véletlen, hogy az előkészítő kongresszusokon azok az előadók, akik a zsidóságot képviselték, tehát nagyon értékes előadásokkal járultak hozzá a mi megértésünkhöz is. És nagyon fontos az, hogy kiegyensúlyozott és magas színvonalú előadásokat hallottunk a protestáns püspökök és professzorok részéről. Például volt egy amerikai vendégprofesszorunk, aki arról beszélt, hogy az átlényegülés, a transzszubstanciáció fogalma hogyan jelent meg a középkori teológiában. Tehát azt gondolom, hogy még ökumenikus szempontból is egy pozitív, tehát a világ felé megnyíló és ugyanakkor az erős azonosságunkat felmutató eseményről van szó. Bíboros úr, hogyan emlékszik vissza a saját első áldozására? Hát az gyönyörű volt, de nagy szeretettel készültünk rá. A Józsefvárosi templomban került ez sorra, első osztály után, tehát nagyon hamar viszonylag. A gyónásra és áldozásra egyszerre készítettek föl minket, ott a plébánia templomban voltak ezek a előkészítések, ez bizonyos hétköznapokon késő délután valamikor, maga a plébános tartotta, aki akkor pap Ferenc volt, és hát egy-két éneket is megtanultunk, mise énekeket, még a gyónásra is fölkészültünk, mert röviden elmondta azt, hogy hát mi az, ami jó, rossz, hogy kell a lelkiismeretet megvizsgálni. Mint emlékszem, hogy komolyan vizsgáltam is otthon, és egy papírra föl is írtam a bűneimet, aztán mentem az első gyónásra. A gyóntatószék azonban egy kicsit problémát jelentett, mert ott akkor még ma is megvannak azok a gyóntatószékek, hát olyan üvegajtó volt rajta, olyan homályos üveg, ami engem emlékeztetett a házunkban a liftajtóra. És azt hittük, hogy ott egy lift van, és azzal kell menni valahova, és aztán ott kell megjönni. És csodálkozásról lettem észre, hogy nem, hát ott mindjárt le kell térdelni, és ott van a gyónás. De hát ez mondjuk de semmi problémát nem okozott, csak újdonság volt. Aztán maga az áldozás pedig egy délelőtti vasárnapi misén történt, amikor volt a templom mellett, most ott éppen nagy építkezés van, egy földszintes ház, annak az udvarán gyűltünk össze, sorba álltunk, kaptunk egy világos kék szallagot, amit a karunkra kötöttek, és így vonultunk be összetett kézzel párosával, ugye én az ikertestvéremmel mentem együtt, és hát arra emlékszem, amit éreztünk, hogy hát Jézussal most ez egy nagyon különleges találkozás, tehát nagyon örültünk. A mise után pedig kint a templom előtt voltak standosok, akik árultak hát mindenféle kegytárgyakat, meg egy ilyen karton képet is, amire egy kézzel kifestett fénykép, akkori időben ugye színes fényképet nem nagyon lehetett kapni, olyan volt rákasírozva, előre nyomtatva, hogy első áldozásod emlékére, hát azt, hogy ki kellett tölteni, hogy kinek és mikor. A kép pedig 10. Szent Pius pápát ábrázolta, mint kisgyerekeket áldoztat. Tehát ugye a korai szent áldozásnak a nagy apostola volt 10. Pius, és hát mi is azért ott gyerekek voltunk, nem is nagyon nagy gyerekek, mindannyian. Igen, mert ezt sokan fölvetik, hogy mit, mennyit fog föl egy gyerek ebből az első áldozásból, és valóban ugye nem véletlen talán, hogy akkor a Szent Atya arra bíztatta a papokat, hogy áldoztassák meg már a kisgyerekeket. Igen, is. Tehát ugye azt mondták akkor, és ezt ma is elfogadjuk, hogy hát aki meg tudja különböztetni az Úr testét, hát mi meg tudtuk különböztetni. Tehát a lényeget azt teljes mértékben érzékeltük belőle, nyilván nem nagy teológiai magasságokat, de a lényeget azt érzékeltük, és hatása alá is kerültünk. A 38-as Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszuson nagyon sok gyerek volt első áldozó. Bíboros úr családjában voltak olyanok, akik még tudtak mesélni arról, hogy hogyan is zajlott, nem csak az első áldozás, hanem egyáltalán az a nagy esemény? Tehát hogyne, hát az édesapám például Pesten volt diák, és diák korában a Bencés gimnáziummal együtt ő is részt vett ezen természetesen. Még azt is mondta, hogy a egyik iskolatársa valamivel idősebb nála, a Timkó Imre köszöntötte a
pápai legátust a magyar ifjúság nevében. Tehát ott nagy beszédek is elhangzottak, úgyhogy ezekre pontosan emlékeztek, hogy ne. Én azt hiszem, hogy, vagy legalábbis ahogy én számomra kirajzolódott, hogy ez az egész előkészület is már valami hatalmas nagy, nem csak hogy nagy szervezés volt, hanem nagy euforikus készület volt. 38-ban így van, hát erről az összes dokumentum ékesen tanúskodik, de rövid előkészület volt. Tehát a maihoz képest egy sokkal rövidebb idő állt rendelkezésükre. Körülbelül egy év alatt elő kellett készíteni mindent. Mert sűrűbben voltak a kongresszusok, a döntés és a végrehajtás között kevesebb volt az idő, ugye tavaszi időbe került sorra, tehát nem volt annyi idejük rá, mint nekünk most. Ugyanakkor hát a teljesen állam, egyház, az egész társadalom megmozdult ebből az alkalomból. És azért már lehetett érezni éppen a nagy megmozdulásban, ezt ma felnőtt fejjel mondja az ember olvasva az akkori szövegeket, hát a feszültséget, a nemzetközi feszültséget. Azt, hogy közben azért hát csak közeledett a háború, és mondjuk a Német Birodalomból a Führer személyes utasítására senkit se engedtek, hogy részt vegyen a kongresszuson. Ez azért meglátszott itt is, és nem kommentálták, de érezték a hiányát, és hát a szeretet az mondjuk megvolt az ottani hívek iránt, akik jöttek volna, de nem engedték őket. Szóval ilyenféle üzenetek lappanganak azért az egyes beszédek mögött is, ha figyelmesen olvassuk, vagy akár a kongresszus himnuszából is kihallatszik ez, ugye a refrén, hogy forrasz egyé békességben minden népet s nemzetet. Ugye? Ezért imádkozott az egész egybegyűlt tömeg, és valóban ez volt a legaktuálisabb kérés. Igen. A mostani eukarisztikus kongresszusunknak pedig azt a mottót választották, hogy minden forráson belőled fakad. És nagyon sokan megkérdezik tőlem, hogy jó, tudjuk, hogy most ez a vírusjárvány egy évvel elhalasztotta a kongresszust, de miért nem látjuk lépten nyomon, hogy itt valami nagy dolog készülődik? Hogy vajon ezt is elsöpörte a vírusjárvány, vagy... El nem söpörte, de hát ameddig nem lehetett kimenni az utcára csoportosan, meg nem lehetett személyes, közeli vagy kapcsolati rendezvényeket tartani, addig hát egy csomó minden, az kétségtelenül megakadt. Például ugye a missziós kereszt, ami bejárta már a Kárpát-medencét, de a kalendárium szerint tavasszal még nagyon sok helyre el kellett volna menni. És ahová a kereszt elment, ott nagy közösségi ima alkalmak voltak, megteltek a templomok, stb. Kiállítások, előadások, adoráció. Na most ezt meg kellett állítani, mert nem volt szabad megtartani őket. Úgyhogy az most, ezekben a napokban indulhat szép lassan újra a kereszt, tehát át kellett programozni mindent, az időpontokat, helyszíneket átigazítani. Azután tavaly tavasszal mi kérvényezni tudtuk a Szentszéktől, hogy legyen elhalasztva. De a végleges döntést, hogy pontosan mikorra, hát azt is egy kicsit később kaptuk meg Rómából, ugye? Nem nagyon későn, de később. Tehát amikortól pontosan tudtuk, hogy mikor lesz ősszel, akkor elkezdtük volna már aktívabban propagálni, de akkor bejött megint a járványügyi zárlat. Ugye? Tehát most van az az idő, amikor 3 hónappal a kongresszus előtt újra azt lehet mondani, hogy na hát akkor jelentkezzen mindenki, és foglaljanak szállást a messzebbről érkezők, mégpedig minél előbb, mert hát ha nem lesz hely a szállodákban, stb. Tehát néhány héttel ezelőtt még a szállodákban nem is lehetett vendéget fogadni. Úgyhogy ilyen szempontból természetesen hát egy hatalmas bizonytalansági tényezőt jelentettek ezek a körülmények. Ma sem mondom, hogy 100%-osan biztosan tudunk szervezni, mert van legalább 3 forgatókönyv, aszerint, hogy akkor a pillanatnyi egészségügyi helyzet milyen lesz. Van egy legoptimistább, van egy közepes, és van egy nagyon óvatos forgatókönyvünk.
Viszont gondolom, hogy mindegy, hogy milyen módon, mindannyian reménykedünk, hogy személyes módon, de hát ha nem, akkor most már a modern eszközök útján is nyilván mindenki vágyódik arra, hogy valamilyen módon bekapcsolódjon. De akkor hogyan juthat el végül is az oltári szentség megismertetésének és a tiszteletének az elméit és az emberekhez, hiszen ez a végső cél. Tehát ugye itt 1001 módon és nyelven beszélünk, itt a közösségi médiától kezdve az összes tömegtájékoztatási eszközökig, a kongresszusi honlapig, a szinte azonnal nagy nyugati nyelvekre lefordított üzenetekig, interjúkig, programokig, nagyon sok minden eljut, tehát Brazíliából ezrek és ezrek érdeklődtek. Most szegényeknek olyan a járványhelyzetük, hogy hát a néhány előadót szeretettel várjuk, és a többieket is, ha tudnak jönni, de félő, hogy nem mindenki, vagy nagyon kevesen fognak tudni jönni tengeren túlról. Európában azért jobb a helyzet, tehát látszik az, hogy most a nyári idegenforgalmi szezon kedvéért is, meg a tényleges javulás miatt is kezdenek oldódni az utazási korlátozások. Tehát a közelebbi külföldről azért komoly érdeklődésre számítunk. Ugyancsak örömhír, hogy az utolsó szentmisét, az áromisét a Szentatya fogja celebrálni, ami azt jelenti, hogy mégiscsak egy pápai látogatással kapcsolódik össze az eukarisztikus kongresszus, és akkor 2000 után, most 2021-ben ismét pápai mise zárja a rendezvényt. Tehát minden forráson belőled fakad, azért az egy olyan üzenet, ami szól nekünk magunknak, hiszen a II. Vatikáni zsinat azt tanítja, hogy a liturgia és különösen az eukarisztia a csúcs és a forrás, a missziónak a csúcsa és forrása, a keresztény életnek a csúcsa és forrása, ugye? Ugyanakkor ez a forrás, ez nem áll meg a templom küszöbénél, hanem az a természet, hogy kilép a világba. Tehát nekünk tanúságot kell tenni a világ felé, mégpedig arról a szeretetről, arról a tevékeny szeretetről, ami a hitünkből fakad. És így a hitünkről. Tehát nem pusztán egy liturgikus cselekményt tárunk a világ elé, hanem ennek a hatásait is. Ezért van az, hogy már augusztus 2-án a Vigadóban megnyitjuk például a karitatív tevékenységről szóló nagy kiállítást. A kongresszust közvetlenül megelőző napon pedig hát rendezünk egy nagy közös ebédet, ugye a rászorulók számára, itt Budapesten, a II. János Pál pápa téren, de más magyar városokban is. Tehát fizikailag is meg szeretnénk mutatni ezt a közösséget. Aztán hát nyilván magán a rendezvényen is megvan a helyük azoknak, akik fogyatékkal élnek, akiknek különböző gondjaik vannak, és a fakultációkban, tehát a hétköznap délutáni programokban, a Hung Expo-n, ott különösen is megszólítjuk ezeket a katolikus közösségeket, akik foglalkoznak hivatásszerűen is, például a drogfüggőkkel, például a hajléktalanokkal, például a legszegényebbekkel, akár a menekültekkel. Tehát ez a téma, ez újra és újra jelen lesz, mégpedig nemzetközi kitekintéssel. Tehát nyilván a világot, a nem hívő embereket ez tudja egy kicsit megérinteni. Hát, amelyik értetlenül nézi azt, hogy mire készülnek itt a katolikusok. Igen, tehát nyilván ez egy olyan nyelv, amit mindenki megért azért. Ezt láttuk Teréz anya példáján, aki Indiában az egész társadalom számára népszerű volt, pedig hát azért a keresztények aránya ott eléggé szerény. Szóval ezt próbáljuk mi is, ezt a fajta tanúságtételt is felmutatni. Nem sokára lesz itthon is egy karitász konferencia. Szóval amit ebben a tekintetben a hitünk és a keresztény szeretet eredményez, azt is próbáljuk megosztani a világgal. Egy-egy szó jellemzi az egyes napokat, és azt hiszem, hogy ez is megszólíthatja a világot, hiszen öröm, jóság, békesség, türelem, remény, hit, hűség, szeretet, ez mind olyan
dolog, amire minden ember vágyik, függetlenül attól, hogy megtalálta-e ezeknek a forrását, vagy meg tudja-e nevezni, vagy sem? Persze, ezekre minden ember vágyik, joggal vágyik, hiszen így vagyunk teremtve. De nyugtalan a mi szívünk, amíg Istenben meg nem nyugszik, tehát valóban, amikor a forrást megtaláljuk, akkor kerülünk kapcsolatba igazán az örömmel, a szeretettel, a békességgel, tehát azokkal a gyümölcsökkel, amelyeket a hit és a lélek bennünk lakásra teremni tud. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a vonatkozása is a dolognak nagyon fontos. Ugye manapság mi az, amit a legtöbb ember keres? Mondjuk a könyvpiacot nézzük, vagy a különböző médiáknak a műsorait. Azt látjuk, hogy hogyan főzzünk, akkor hogyan neveljük az állatainkat, hogy érezzük magunkat kellemesebben. Tehát ennek van egy nagy-nagy kultúrája és igénye, a kellemes közérzetnek. De azt is látjuk, hogy azért ez valahol kevés. Tehát, ugye, mert az azt jelenti, hogy félek a másik embertől, mert hátsó tekintettel kell rá lennem, és akkor már én nem érzem magam olyan kellemesen, hogy le kell mondanom valamiről az ő kedvéért. Az már akkor ugye lehet problémás. Aztán ott van az, hogy a jövő mit hoz. Hát félhetek a jövőtől, hogy akkor már nem fogok élni olyan kellemesen, mert hát, ha jön egy másik járvány, mert hát, ha a világ szegényebb lesz, mert hát, ha valamilyen bizonytalanság miatt nem tudok elmenni Hawaii-ba, mert nem lehet repülni, mondjuk, és így tovább. Ehhez képest a keresztény embernek a kapcsolata Krisztussal az egy nagy összefüggésbe állítja az életünket. És a boldogságnak, hogy így mondjam, a fogalmát is újra meghatározza, újra definiálja. Tehát nem csak a pillanatnyi evilági jó közérzetből áll a boldogság, nem ez a fő célja az életünknek, ez is érték, de nem ez a fő célja, hanem a fő célja az örök boldogság. És ennek a hite nélkül itt a Földön is egyén és közösség élete és működése más lesz. Tehát minden forrásom belőled fakad, az itteni, földi, egyéni és közösségi életünk erőforrása az az örök szemlélet, az a kegyelmi kapcsolat, amit az Eukarisztia megtestesít. A keresztény ember gyakran keresi azt, hogy az a, akár még rossz dolog is, ami történik, az hogyan fordulhat a javunkra az Isten segítségével, vagy az Isten kegyelmével. Most ez a vírusjárvány sokaknak a terveit megváltoztatta, elmosta, akár az egyéni életünkben, akár a közösség életünkben, akár ugye az eukarisztikus kongresszus szervezésében is át kellett mindent gyorsan variálni. Vajon mire taníthat bennünket ez a vírusjárvány, vagy mi az, amire a Jóisten ezen keresztül hívhatta fel a figyelmünket? Hát nagyon sok minden. Azt hiszem, hogy arra irányította a figyelmünket a gondviselés, hogy mi az életünkben a fontos. Tehát a nehezedő körülmények között például mi az, amit egy társadalomnak mindenképpen biztosítani kell. És akkor hát ott szerepel az, hogy az élet és az egészség védelme, amennyire csak lehet, de szerepel ilyen is, hogy az élelmiszer, szerepel ilyen is, hogy a ivóvíz, a legelemibb közellátás. Kirajzolódik az, hogy milyen fontos a szállító munkásoknak, a sofőröknek, a takarítóknak a feladata. Tehát egy csomó olyasmi, amire amikor olyan gondtalanul zajlik az élet, rá se figyelünk. Aztán a készétel, a főtétel, a melegétel, ezzel való ellátás. Hát ugye, hogy is volt ez? Amikor kénytelenek voltak bezárni a vendéglők. Hát azért nagyon kevés ember van, aki tud jól főzni otthon, meg hát ha nem lehet úgy menni a piacra, meg nem lehet olyan gondtalanul beszerezni sem a szükségleteket, akkor hogyan? És kialakult a internetes és telefonos rendelésnek egy sokkal erősebb szokása, mint addig, és láttuk azokat az embereket, akik motorbiciklin vagy kerékpáron a kocka alakú nagy melegítő dobozokkal a hátukon járták a várost és vitték ki címekre, ami elég nehéz munka volt egyébként, a melegételt. Tehát azt hiszem, hogy
ezt a munkát is nagyon meg kell becsülni, meg rájöttünk arra, hogy ez nagyon fontos, és hogy valahogy úgy élünk, hogy ezt a legtöbb háztartás saját maga ilyen nehéz időben nem tudja biztosítani. Tehát ráfigyeltünk ilyesmire. Aztán ráfigyeltünk magasabb szinten arra, hogy például a művészet, a zene, az irodalom értékeit, hát valamiképpen kellett közvetíteni, miközben nem mehettünk színházba, nem mehettünk koncertre, és akkor hát a művészek kezdték a tévén keresztül, meg a közösségi médiában sugározni a produkciójukat. Tehát a léleknek is, a szellemnek is kellett a táplálék, és főleg kellett a lelki táplálék. Tehát például kialakult egy olyan jelenség, amit Szára Bíboros úgy jellemzett, hogy eukarisztikus éhség. Tehát amikor nem voltak nyilvános liturgiák, bár itt-ott azért meghatározott időben volt áldozásra lehetőség, de nem mindenki jutott hozzá. És akkor a lelki áldozásnak a gyakorlatát fölidéztük az emlékezetünkben, hiszen az egyházban ez egy ismert lehetőség, de azt is éreztük, hogy ez azért nem teljesen egyenértékű azzal, amikor ténylegesen áldozunk. Mert teljesen egyenértékű lenne, akkor Krisztus nem az eukarisztiát alapította volna, hanem megtanított volna minket egy szép imádságra. Tehát a fizikai szentáldozást, a teljes értelemben vett szentáldozást, az bizony nagyon sokan igényelték, várták, és örültek annak, amikor újra lehetett szentmisére menni. Most pedig, ezekben a hetekben, amikor újra megszűnt a erősebb korlátozás, de még azért óvatosan kell a közösségi találkozásokat megrendezni, azt látjuk, hogy a templomokban növekszik megint a vasárnapi szentmisére elévőknek a száma. Többen mondják szakemberek, hogy amikor tényleg kikeveredünk ebből a járványból, akkor tör majd ránk az a, hát az a poszttraumás stressz szindróma, tehát amikor már át tudjuk gondolni, hogy te jó ég, tényleg milyen helyzetben is voltunk, és sokakban akkor tör elő a depresszió, akkor mindenféle ilyen tünetek mutatkoznak majd. Vajon mi az, amiben az egyház tud majd az emberek rendelkezésére állni? Hogyan készülhetünk föl az egyházban, a közösségekben erre? Hát először is örömmel kell megújítani a saját közösségi életünket, ez az első, tehát újraindítani. A másik az, hogy az egyházi közösségi élet az mindig örömteli találkozásokból áll. Tehát az nem elsősorban az, hogy üljünk le egy asztal köré és a traumáinkat dolgozzuk fel, hanem legyenek olyan gazdag tartalmú közös programok, amikben megtaláljuk az életünk értelmét, fölfrissítjük a hitünket, és ugyanakkor akár segíteni is tudunk közösen másoknak. Na most ezzel azt hiszem, hogy a traumát is mellesleg a legjobban feldolgozzuk. Tehát azt gondolom, hogy nem elsősorban a saját lelki bajainkkal kell utána se foglalkozni, hanem a lehetőséget kell meglátni, hogy mi minden jót tehetünk. Igen, ezt is egy kicsit úgy megakasztotta a koronavírus, hogy egyre több szó esett a plébániák megújulásáról. A plébániák megújulása egyházmegyénkben kiemelt program. Egyébként 2020 nyarán a Szentszék kiadott egy nagy dokumentumot, most már magyarul is kapni a Szent István Társulatnál, a plébániákról. Pontosan, mint a missziónak a struktúráiról, hiszen ez volt az eredeti küldetésük. Tehát azt hiszem, hogy itt tényleg egy bizonyos újraépítkezésre van szükség, ezért hívtam össze még a járvány előtt például az egyházközségi képviselőtestületeknek a vezetőit. Na most ezen a vonalon, most már, ahogy kezdünk lassan szabadabban lélegezni, tovább kell lépni. Tehát megyünk tovább az eredeti elképzelés szerint, és azt hiszem, hogy az eddigieknél is jobban tudjuk értékelni azt, hogyha erre lehetőségünk nyílik. Ugye csak sokszor úgy másoktól várjuk, na majd a plébános, na majd az a munkatárs, aki... De vajon mindenki, aki nézi a tévét is, vagy aki vagy az ismétlést nézi, vagy csak templomba jár és másoktól hallja, hogyan tud bekapcsolódni a saját plébániájának az újjáépítésében? Hát nyilván az egyes plébániákon
ezt hirdetni kell, az újjáépítés egyik fontos lépése, hogy legyen a templom ajtóban, vagy a előcsarnokban mindig valaki, vagy akár többen, akik fogadják a belépőket, tehát köszöntik, nem csak a hirdetőtáblára teszünk ki egy papírt, hogy mikor, hol, milyen témában lehet összejönni, hanem szóba elegyednek velük. Tehát megindul már ott a templomi összejövetel során, vagy elején egyfajta dialógus. Ennek a gyümölcse aztán az, hogy a szentmisén kívüli alkalmakkor is, akiket jobban érdekel, akik úgy érzik, hogy hozzá tudnak járulni valamivel ehhez, azok inkább el fognak jönni. Tehát itt sok zenei élet megújulása. Hadd mondjam azt, hogy még a bezártság alatt is megkértük a zeneiskoláinkat, hogy egy-egy esetben vállalják a szolgálatot, karácsony éjféli mise, ami nem volt teljesen nyilvános, azért 500-an jelen voltak, de a Weiner Leo zeneiskola az kivette a részét benne, hogy milyen fiatalokból álló énekar és kórus, vagy hát zenekar, szépé tették azt az ünneplést. Tehát több ilyen eset volt, és ebből azt érezzük, megindult egy úgynevezett szórakoztató zenei, de vallásos képzés, a kántorképzéshez hasonló formában, ugyancsak a Weiner Leóban. Tehát ne csak egy nyelven szóljon a liturgikus zene sem, természetesen a Gregorián, természetesen a népének, de sokan igénylik ezt a fajta modernebb zenei kontextust, és hát miért ne, de akkor az menjen profi módon, igényesen. Tehát ebben is úgy tűnik, hogy közben azért volt egy érlelődés. Tehát reméljük, hogy hamarosan ezt mindenki észre fogja venni. Nem biztos, hogy mindenütt. Lehet, hogy lesznek, Budapest ilyen szempontból szerencsés helyzetben van, lesznek olyan templomok, ahol a hangosítástól a résztvevőkig, zenészekig, énekesekig tudunk biztosítani olyan színvonalon, ebben a stílusban is szentmise kíséretet, ami ott vonzó. A másik helyen esetleg nem, azt mondjuk, hogy ott ez nem jön össze, ott más stílusban. De ezt hívők tudják, választhatnak. Szóval ilyen szempontból is szerencsénk van. Annak idején a 38-as kongresszus után tapasztalható volt valami megújulás akár a plébániákon? Hogyne. Például az énekzenei életben, tehát a Hozsannát, a ma is ismert egyházi énekeskönyvünket, abból az alkalomból készítették el. És most is készül az új Hozsanna, gyakorlatilag tartalmilag készen van. Hát, hogy megjelenik-e addigra, nem tudom, de talán igen. Ugyanígy hát a misekönyvnek az új kiadása is remélhetőleg addigra megjelenik. Szóval készül egy ilyen fajta liturgikus megújulás is. És a lelki megújulás, szabad-e sokat várni? Tehát van, aki azt gondolja, hogy na itt lesz az eukarisztikus kongresszus, és az tényleg érződni fog a városon, az országon, és hát az egyének lelkében is. Vajon ez nem túl ambiciózus elképzelés? Nem, én azt mondom, ez egy reális remény, de fontos az, hogy ne csak egy egyszeri érzés legyen, hanem hogy tartós hatása legyen. Tehát a 38-asra évtizedek múlva is a résztvevők még lelkesen és szeretettel emlékeztek vissza, és éppen az oltári szentséghez való kötődésünket megerősítette. Tehát olyan időkben, amikor ez nagyon nehéz volt. Tehát lehet, hogy évtizedekre kell ebből lelkileg táplálkoznunk. Akkor én, akiket hallok, nagyon pesszimisták, hogy na hát el fog telni, akár kicsit, azt nem észrevétlenül, de hát ahogy egy, nem tudom, egy nagyobb koncert, vagy egy nagyobb valami konferencia, a világ nem annyira veszi majd észre, meg főleg a magyar közélet nem annyira veszi majd észre. Hát ki a világ, ki a közélet, nyilvánvaló, hogy minden országban a közélet régen is, ma is tele volt mindenféle veszekedéssel, meg ellentéttel is, a régi Magyarországon is félreértés nehézség, ugye? De ettől függetlenül ez egy tiszta emlék volt, egy olyan emlék, amire szívesen lehetett visszagondolni. Nem,
nem volt egy pártos rendezvény, a 38-as kongresszus, lehet, hogy egyesek hiányolták azt, hogy miért nem foglalt állást erőteljesebben ilyen-olyan-amolyan jelenségek ellen, de az biztos, hogy azért az iránya, azért a szándéka az egyértelmű volt. Úgyhogy remélhetőleg ennek a mostani alkalomnak, pláne a Szentatya jelenlétével, hát szintén meg lesz a maga iránymutatása és tartalmi gazdagsága. Így zárásul mivel invitálhatjuk akkor a nézőinket, és főként azokra gondolok, akik nem templomba járó emberek, nem része az életüknek az a fajta vallásgyakorlás, amelyiknek mondjuk a középpontjában ott állna az oltári szentség. Mi az, amiben ők részt tudnak venni, úgy, hogy valami tényleg hason az életükre? Tehát mindennek előtt aki jelentkezik, aki részt vesz a Hung Expo-ra tervezett délelőtti műsorokban és a közvetlen kora délutáni fakultációkon, az belátást kap a világegyház életébe és az emberiség életének számos nagy folyamatába. Tehát aki türelemmel és figyelemmel végig fogja ezeket hallgatni, az azt hiszem, hogy kap egy olyan összképet a világról, amit máshogy nehezen lehetne megszerezni. Tehát ez egy fontos dolog. Ezért gondolom, hogy különféle sajtóorgánumok, nem csak az egyházi sajtó fogja ezt figyelemmel kísérni. A fakultációkat és a délelőtti hétköznapi programokat is. Aztán egy másik dolog a művészet. Tehát itt mi terveztünk különféle miséket, írtak zenei események, itt a cigánymise például, vagy a magának a kongresszusnak is lesznek himnusza, de a himnusza, meg különböző olyan zeneművek, amik ebből az alkalomból készültek, még Dorogon is lesz külön egy ilyen bemutató. Aztán nagyon fontos dolog az, hogy képzőművészeti alkotások is készültek, ugye? Kiállítások párhuzamosan is a kongresszussal, aztán koncertek a délutáni és esti órákban. Ez a Csíkzenekartól kezdve a Moszkvai Patriarkátus kórusáig nagyon sok minden. A száztagú cigányzenekar az Elkel Színházban. Tehát ez is egy olyan gazdagság, ami bárkinek érdekes és vonzó lehet. Azután fontos dolognak tartom azért azt is, hogy lesz ifjúsági koncert, lesz a lelkiségi mozgalmak szentségimádása, ez csütörtök délután a bazilika előtt. A bazilika környékén egyfajta ilyen vásár is lesz, amiben hát a könyvkiadóknak a kiállítása, mint a Szent István könyvhéten szokott, ez is megjelenik, tehát egy kulturális kínálat, de különböző hungarikumok is a külföldi vendégek kedvéért, tehát ami Magyarországon szép és jó. Nyilván lesznek liturgikus cikkek és egyházi használatra szánt termékek is, de egyéb lehetőségek is. Szóval azt hiszem, hogy erre érdemes lesz felfigyelni. A konstantinápolyi pátriárkátusnak is lesz egy standja, ahol hát szintén gondolom, hogy részben vallási termékek, részben pedig olyan cikkek, amelyek szerintem a leginyencebb magyarokat is érdekelhetik, tehát az osztályon felüli étolaj, olívaolaj, amit ők készítenek sajátos módon, vagy azt hiszem, hogy egy-két fajta bor is a görög szigetekről, amelyet ők ott művelnek. Szóval tehát sok érdekességet ígér azért ez a készület, és azt hiszem, hogy érdemes a távolabb álló érdeklődőnek is bepillantást nyerni ebbe. És ha másra nem, arra megtanított bennünket ez a vírusjárvány, hogy távolról is keressük a bekapcsolódás módját. Mindenképpen. Tehát aki nem tud eljönni, annak is a tömegtájékoztatáson keresztül biztos, hogy nagy élmény lesz bekapcsolódni. Bíboros úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, önöknek köszönöm a figyelmet, jövő vasárnap is várom önöket. Viszontlátásra!